A Covid-járvány ellenére és után is jól pörög a győri gazdaság. A térség cégeinek többségét komolyan megtépázta a vírus okozta válság, de meglepően gyorsan ki is kászálódtak belőle. Ebben rejlik a régió igazi ereje, hogy jól tud alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ezért is alakult úgy, hogy az észak-nyugat-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna a legerősebbnek ítélt térség idehaza. A zónáért felelős miniszteri biztosa Győrplusznak azt mondta, még mindig nagyon sok kiaknázatlan lehetősége van a régiónak. Például Pozsony az Európai Unió 8. legdinamikusabban növekvő gazdasági régiója, de ott van Burgenland, Ausztria, vagy ha egy kicsit távolabbra tekintünk, akkor Bajorország, Baden-Württemberg, Lombardia. Az észak-dunántúli régió gazdasági szereplőinek ezekkel a térségekkel kell versengeni. Éppen ezért azt szoktuk mi mondani, hogy ha nekünk a fejlesztés politikában prioritást kell meghatározni, akkor az itt élő gazdasági szereplőknek nem annyira felzárkóztatásra van szükségük, mint a versenyképesség erősítésére. Tegye lehetővé a fejlesztés politika azt, hogy az itteni vállalkozások versenyképesebbek legyenek, hárítsák el azokat az akadályokat, amik most ennek útjában állnak, illetve az infrastruktúra fejlesztése révén tegyük lehetővé, hogy ez a térség valóban felvegye a versenyt, hiszen itt önök is tudják, hiszen most jöttek le ide Kővágósra, észak-déli közlekedés ebben a régióban erősen balesetveszélyes, de a kelet-nyugati tengelyek közül is csak az M1-es, még ha túlterhelten, de úgy, ahogy áll, a 8-as út gyorsforgalmi úttá fejlesztését, az M1-es további bővítését meg kell oldanunk. Ezek azok a feladatok, amik szerintem mindenképpen az elkövetkező években számunkra jelentkeznek. A gazdaságfejlesztési zónák kialakítása és fejlesztése Győr és térsége számára is nagy lehetőség. Erről már a város országgyűlési képviselője beszélt híradónknak. Csima Robert Balázs kiemelte, meghatározott irányok mentén szeretnék fejleszteni a várost és a gazdasági körzetet. Székesfehérváron nem olyan régen volt egy találkozónk, ahol jelezte a város is azt a koncepciót, amit az egyetemmel közösen, illetve velünk politikusokkal, közszereplőkkel közösen dolgozott ki. Egyébként a középpontjában ennek a közlekedési fejlesztések állnak. Általában ezek a legdrágább fejlesztések, de ezek indirekt vagy direkt módon hatással vannak a gazdaságra is. Miniszterelnök úr a legutóbbi megbeszélésünkön Debrecenben jelezte, hogy a terv erre az esztendőre vonatkozó a 6%-os gazdasági növekedés és országos szinten a 3%-os munkanélküliség. Természetesen az utóbbi adat Győrben ennél lényegesen jobb lesz, hiszen mindig is az országos adat alatt volt a munkanélküliségi ráta a Győrben. Én azt gondolom, hogy ezek olyan lehetőségek itt ebben a Covid helyzet utáni időszakban, amelyek mindenképpen megsüvegelendők, tehát mindenképpen erre tudjuk építeni a jövőnket, tehát a gazdasági növekedés és a gazdasági zónák összhangban vannak, mi pedig, mint említettem, szereplőként, politikusként arra törekszünk, hogy minél több és magasabb összegű forrás kerüljön Győrbe. A gazdaságfejlesztési zónák, így az észak-nyugat-magyarországi zóna esetében is kiemelt feladat az olyan területek fejlesztése, amik gátolják a versenyképességet. Nálunk ilyen a közlekedési hálózat, amin bizony van mit fejleszteni. Az első lépések az M85-ös autóút elkészültével, illetve a 83-as kétszer kétsávosra bővítésével már megtörténtek vagy folyamatban vannak, de újabb látványos beruházások is várhatók a közeljövőben ezen a területen.